egyeztetésre hívta a Fidesz és a KDNP képviselőit. Médi Bolya felhívásában azt hangsúlyozta, hogy a jobboldali pártok vagy összefognak és minden... Mert ha ők urak, hát akkor ők kicsodák. Aranyos! Mert az édesanyám nem bírta fizetni a tandíjat. Köszönöm szépen! Hát ez az, barátaim! Éljen a szabadság! Éljen a haza! Isten is velünk van! Igen, természetesen én nem helyeslem, mert látja, most is itt vagyok, és békésen zajlik itt mindig a dolog. Nem helyeslem, viszont megértem az embereknek azt a indulatát, amit kiváltanak belőle ezzel az arcátlansággal, hogy a szemembe röhögnek, és azt mondják, hogy nem csináltam ugyan semmit 4 évig, hazudoztam neked, de most te fogod megfizetni az árát. Hát nem dühítő ez? Vissza kell mindent adni. Elhangzott itt az is, hogy... Miért vagyok itt? Azért vagyok itt, mert mostanában, mióta szeptember 1 óta ugye kicsit felemelték az árakat, az kicsit nagyon nem tetszik. Plusz még az, hogy tandíjat akarnak befizetni. Most, amikor én főiskolára meg ilyen helyekre szeretnék menni, az nem nagyon tetszik, és azért vagyok itt, mert nem tetszik ez.